Bírálják az előrehozott választások megszervezésének erőltetését a kisebb parlamenti pártok. Töricsán szerint az ország politikai stabilitásának feláldozása túl nagy ár egy kicsinyes politikai cél elérése érdekében, míg Viktor Ponta azt mondja, a liberálisok maguk sem tudják, hogy mit akarnak. Nem ért egyet az előrehozott választások erőltetésével, Kalimpopész Kutari Csánú Álde elnök, aki szerint a miniszterelnöknek bíznia kellene a parlamentben, ahelyett, hogy az előrehozott választások erőltetésével veszélybe sodorja az ország stabilitását. Arra intem, Orbán miniszterelnököt ne áldozza fel Románia stabilitását és gazdasági fejlődését egy viszonylag kicsinyes politikai cél érdekében, írta a Facebookon. Aggodalmait egy sajtótájékoztatón is megfogalmazta. Azt javaslom a miniszterelnöknek, hogy legyen nagyon figyelmes arra, hogy milyen kockázatokat vállal önmagára, kormányára nézve, de elsősorban arra, hogy milyen következményekkel járhat az országra egy nagy politikai válság. Az Álde elnöke hangsúlyozta, az előrehozott parlamenti választásokból semmilyen előnye nem származik a román embereknek. Az, hogy a Nemzeti Liberális Párt jól áll a közvéleménykutatásokban, nem egy komoly ok. Mi történik, ha egy év múlva más párt fog jobban állni? Végig csináljuk ezt valahányszor a szociológiai felmérések a választópolgárok politikai preferenciáinak változását mutatják? Írta a bejegyzésében Taricsánó. Viktor Ponta, a pró-románia elnöke szintén bírálta a kormány szándékát. Minden párt számolgatásán túl van egy jó érzésből fakadó kérdés. Miért kellett egyáltalán támogatni a Ludovi korbán kormány megalakulását, ha most meg akarják buktatni? Két hónapja van hivatalban a kormány egy sereg kompromisszumot kötöttek, öt párttal írtak alá megállapodást. Ha nem akarnak vagy nem tudnak kormányozni jelen feltételek mellett már novemberben kellett volna szóljanak. Ellentétben Toricsánuval pontá azt állítja, állnak elébe, ha valóban lesznek előrehozott választások, mivel biztos benne, hogy több képviselőjük lesz, mint a jelenlegi 25 fő.